Ismerd meg a Phoenix 2 az 1-ben gyerekülést. Ma megmutatjuk, hogyan szerelhető össze. Termékünk az anebbi elemekből áll. Biztonsági övvel ellátott ülés, két első felső láb, két hátsó felső láb, négy alsó láb, műanyaglappal ellátott tálca, két oldalas lábtartó, két kartámasz. A Phoenix összeszerelése rendkívül egyszerű. Azzal kezdjük, hogy az első felső lábat becsavarjuk az ülés elején lévő lyukba, majd ugyanezt megtesszük a másik lábbal is. Győződjünk meg róla, hogy a műanyag alkatrészek a lábak belső oldalán vannak. Most szereljük fel a lábtartót. Csúsztassuk be a műanyag elemekbe addig, amíg nem halljuk a kattanást. Ezután illesszük be az ülésbe a hátsó felső lábakat. Majd a négy alsó lábat. Már csak meg kell néznünk, hogy a lábak jól illeszkednek-e a padlóhoz. Készen is vagyunk. Most szereljük fel a tálcát. Csúsztassuk be a vezetőkbe, miközben nyomva tartjuk az elülső gombot. A székhez járó tálca kettős. A lap az ujjunkkal felemelve eltávolítható. Ha vissza akarjuk helyezni, helyezzük a fület a horonyba, és nyomjuk be a tálcát a másik oldalról. A tálca beállításához egyszerűen nyomjuk meg ugyanazt a gombot, és válasszuk ki a három beállítás egyikét. A biztonsági öv könnyen a gyermek méretéhez igazítható. Elegendő csupán elhúznunk a műanyag elemeket. Ne feledjük, hogy a biztonsági övet mindig rögzíteni kell. Ha a gyermek egy kicsit megnő, a lábtartót könnyen beállíthatjuk hozzá. Először húzzuk ki a két lábban lévő gombok megnyomásával, majd fordítsuk meg, és csúsztassuk vissza. Egyszerű, igaz? A Phoenix alacsony gyerekülésé való alakításához először távolítsuk el a tálcát és a lábtartót. Ezután csavarjuk ki először az alsó, később a felső lábakat. Most csavarozzuk az alsó lábakat közvetlenül az üléshez az óramutató járásával megegyező irányban. A lábakat ugyanúgy helyezzük el, mint a magas etetőszék esetében. A kartámaszokat behelyezzük a vezetősínek helyére. A szék magasságának módosításakor távolítsuk el a biztonsági övet. Oldjuk ki a csatot, fordítsuk meg a széket, nyomjuk meg a műanyag csatlakozónak ezt a részét, majd húzzuk ki a biztonsági övet a peremből. Ezután húzzuk át a szék lyukain. Ne felejtsük el, hogy a biztonsági övet visszahelyezhetjük a magasított etetőszékbe. Lett egy bútordarabunk az idősebb gyermekünk számára. A Phoenix egy évekre szóló praktikus szék. Könnyen eltávolítható minden szennyeződés, a húzat pedig mindig jól fog kinézni. A Phoenix tökéletesen illik a modern belterekhez finom színeinek, egyedi kialakításának és ökobőrborításának köszönhetően. Hatszögletű mintája minden esztétát el fog kápráztatni. Kindercraft. Easy with kids.